A Mercantil Bank Liga NB2 23. fordulójában a Tiszakécskei LC együttesét láttuk vendégül. Bács-Kiskun megyei ellenfelünk óbudai kiszállásai során 270 perc alatt egyetlen gólra sem volt képes a magyar futball második vonalában. Kemenes Szabolcs, aki három helyen változtatott a csapaton a Dorog elleni mérkőzéshez képest, 4-3-3-as hadrendben küldte pályára a kerületet, amelyben az új téli szerzeményeink közül Kulcsár és Nyári ismét szóhoz jutott, menet közben pedig Birtalan Botond is bemutatkozhatott Óbudán. A mérkőzést Derdák Marcell vezette. Jó mentalitással, támadó szellemben kezdtük a mérkőzést. A negyedik percben azonban Opavski elveszíti a párharcot Belickivel szemben. Balázsra sem figyelünk, de Kovácsra sem. Szerencsénkre Kovács kihagyja az ígyszert. Becker beívett labdájára, Holzer érkezik magabiztosan, és aztán küldi harcba a társait. Egy Tiszakécske szabadrugás után a labda bejut a 16-oson belőre, ahol ütközik Balázs és Kulcsár. A játékvezető pedig úgy ítélte meg, hogy játékosunk szabálytalan volt a 16-oson belül, a 11-es pontra mutatott, Kipik odaállt, góra váltotta a büntetőt, és ezzel vezetett a Tiszakécske. A másik irányba megy el Balázs, így esélyesen volt arra, hogy hárítson. Ismételten a vendégek jöhetnek egy rögzített helyzettel, Balázs pedig igazolva jó formáját kilép a kapujával és elcsípi a labdát, csak úgy, mint Holzer a túloldalon. Jöttek a pontrugások egyik a másik után, és jöttek a fejeseink egyik a másik után, ezúttal Erdei fejelt fölé, itt pedig Kulcsár fejelt gyengében, Holzer könnyen fogja, csak úgy, mint Nyári szabadrugását. Az 57. percben Daróczi Schuster és Birtalan érkezett a kerületbe, kicsi megpesdítve, felpesdítve a játékunkat. Nyári, Barci és Szili hagyta el a játékteret. Itt pedig Balázs hagyja el a kapuját, de csak azért, hogy megfogja a labdát magabiztosan. Mi is lőttük a szabadrugásokat egyiket a másik után, Holzert azonban nem tudtuk becsapni. És ismételten kapus a fő szerepben, Balázs jól érkezik a labdára, időben érkezik, azonban nem találja el a labdát, ami így Gyúrjához kerül, aki a 73. percben kissé kisodródva éles szögből berúgja a kapunkba. Ezzel 0-2 a találkozó állása. Kár érte, mert Balázs kifejezetten jól védett, de hát ezek a hibák benne vannak a játékban. Holzer fölmegy és megfogja a labdát. Itt pedig kissé későn érkezik Csáki, aki megkapja a második sárgalapot, így megfogyatkozik a Tiszakécske az utolsó 10 percre. Csáki csereként lépett pályára a második félidőben. Jött a pontrugás, maga köböl harcolta ki, beemeli, pontosabban a hosszú sarok irányába emeli a labdát, Borvető pedig mindenkit megver a levegőben. És befelé a labdát a kapuba, ezzel 1-2, visszajövünk a mérkőzésbe. Volt még remény, Borvető gyönyörű fejesét nézhetjük meg innen is. Ez a 8. gólja a bajnokságban. Nem adtuk föl, jöttünk tovább, de még egy góra nem futotta az erőmből, így otthon szenvedtünk vereséget a Tiszakécskétől. Tudtuk, hogy harmadik kerület azért hazai csapat, és a hazai pályán ezzel a lelkes szurkoló táborukkal azért mindig egy plusz erőt képviselnek. Nem volt könnyű, azt gondolom, hogy nagyon jól kezdtük a mérkőzést, ezáltal egy nagyon jó, szép akció, egy ilyen helyzetfelismerés után 11-es lett, és megszereztük a vezetést. Utána azért átvette az irányítást a harmadik kerület, egy-két szituációt, azért meg kell egy-két meleg pillanatot meg kellett élnünk. Fél időben átbeszéltük, hogy rá kell rúgnunk a második gólt ahhoz, hogy itt tudjunk nyerni. Azt azért valahogy éreztem, hogy itt egy gól nem elég, megrúgtuk a második gólt. Nagy nyomást helyezett ránk a harmadik kerület, nagyon jöttek. Én azt gondolom, hogy a mérkőzés annak a szakaszába kaptuk a gólt, amikor én úgy láttam, hogy nem volt benne. Utolsó 10-15 percben már, főleg a kiállítás után, amikor kevesebb emberrel voltunk a pályán, nagyon-nagyon nyomott a harmadik kerület. Azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk a mai meccsen, mert tényleg a játékosaim hősiesen harcoltak, küzdöttek, kitették a pályára szívüket, lelküket. Nagyon örülök, mert ez egy, a bennmaradásunkhoz egy óriási lépést tettünk. A harmadik kerületnek, meg ennek a kulturált közegnek, vagy az ellenfélnek is csak gratulálni tudok a további munkához, és sok sikert kívánni. Mindentől függetlenül köszönjük meg a srácokat egy nagy tapsal.
Szóval most kívülről úgy tűnt, hogy azért a második félidő játéka már inkább olyan volt, mint amit esetleg előzetesen is elképzeltetek. Ha valakinek, akkor neked nem kell sokat magyarázni a kapus sorsról. Mit tudtál mondani a második gól kapcsán, és hogy érzed, ott ment el a találkozó? Én nem gondolom, hogy ott ment volna el. Azért azt kontextusba kell helyezni, hogy gyakorlatilag elment 20 nem tudom, hány forduló, és ebből ugye a Balázs Józsi elég sok mérkőzésen hozta magát, és jó teljesítmény nyújtott, ez benne van egy ilyen hiba. Engem sokkal jobban bánt, hogy egy ilyen hibáról beszélgetünk, és nem arról, hogy mondjuk ezt hogy javítottuk ki. És ennek ellenére hogyan forgattuk meg a mérkőzést, vagy hogyan produkáltunk olyan jelenlétet, ami elbírt volna egy ilyen hibát is. Tehát kevésbé gondolnám, hogy ez az egy meghatározó pillanata volt a meccsnek. Inkább összképében vagyok csalódott egy kicsit, mert én úgy éreztem, hogy ebben a mérkőzésben, vagy a mérkőzésben a felkészülésben sokkal több volt. Hát sajnos a pályán ebből nem jött vissza semmi. Miért nem jöhetett vissza? Nagyon jó kérdés. Nyilván nehéz olyankor, amikor a 10. percben saját hibádból ismételten 11-esből gólt kapsz, és én nagyon-nagyon szeretném szídni a játékvezetőket, tényleg imádnám szídni őket, de egyszerűen nem tudom, tehát gyakorlatilag az összes ellenük befújt 11-es az idei szezonban egy kivételével talán azt mondom, hogy teljesen jogos volt. Tehát most sem tudom azt mondani, hogy egy teljesen jogtalan 11-est kapott az ellenfél, tehát ezt magunknak köszönhetjük ismételten. És utána nyilvánvalóan egy ilyen élethalál mérkőzésen az ellenfélnek nem lesz az a célja, hogy akkor most 3-4-5 gólt berámoljon, hanem a maga módszereivel őrzi az előnyt, amit teljesen jól csinált. Tehát nem kellett volna odáig eljutnunk, hogy ilyen kiszolgáltatott helyzetbe hozzuk magunkat, onnantól kezdve meg próbáltunk tüzet oltani, az meg nem sikerült. Bennetek is több volt a feszültség, mert hogy arról beszéltünk itt az első tavaszi fordulóknál, hogyha nem is jön ki mindig az utolsó passz, azért egy kifejezetten kultúrát focit próbáltok játszani, de most mint hogyha dadogott volna a labda. Ezt jól látod, igen, én is több technikai hibát véltem felfedezni, mint eddig. Nyilvánvalóan ebbe közre játszott az is, hogy ugye nagy tétje volt a meccsnek, de én azt gondolom, hogy azért akkora hatalmas tétje mégsem volt, hogy ennyire sok hiba legyen benne. Nem tudom most így hirtelen a magyarázatot megadni. Nyilván vissza kell még nézni a mérkőzést ahhoz, hogy releváns értékelést lehessen adni, de az biztos, hogy a csalódottság az most elmondhatatlan. A 17 órakor kezdődő találkozó az élet szép, de önkudai képbe igaz azért, végítettek szert. Hajrá kerület!